Jövöm, a traktátus 119-es lapján tartunk, és ezzel elkezdjük a 16-os fejezetét a Jövöm, a traktátusnak. A misna a következőt mondja. Isos a halak bájlövetsz a rasszolom dirász a jam, ubóve amrulam mész bájlich lajti nasze, lajti sziábem, ácsa teide sem amú bereszic a rassza. Egy nő, akinek a férje és a feleségtársa távoli országba utaztak, és jönnek tanúk, és azt mondják, hogy meghalt a férj, akkor egészen addig ne házasodjon meg a nő, és ne is menjen hozzá a sógorhoz. Ugye egy olyan nőről van szó, akinek nincsen gyerekei, vagy pontosabban egy olyan nőről van szó, akinek a férjének nincsenek gyerekei. Tehát egészen addig ne házasodjon, és ne is menjen hozzá a sógorhoz, amíg meg nem tudja, és meg nem bizonyosodik róla, hogy a feleségtársnak, aki a férjel volt, időközben nem született gyereke, nem lett terhes, és nem született gyereke. Mert ha született gyereke, akkor ugye értelemszerűen nem mehet hozzá a sógorhoz. Ha nem született gyereke, akkor pedig nem mehet hozzá a sógoron kívül máshoz. Hajszal a hamaisz, énök és sesesz. Ha egy ehhez hasonló eset volt, hogy a nőnek volt egy férje, a férjnek viszont, és nem voltak gyerekek, ugyanakkor a férjnek nem voltak testvérei, tehát hogyha a férj meghal gyermektelenül, akkor is nincs sógorházasság. A férj elutazott távoli országba, és a tanúk jelentik, hogy meghalt, akkor nem kell az előző esettel szemben nem kell megvárnia és bebizonyosodnia arról, hogy időközben az anyósa nem szült egy gyermeket, és ezért nem született egy sógora, akivel kapcsolatban viszont lennének sógorházassági kötelességei. Énnek is esesz, hanem nyugodtan házasodhat azra a feltételezésre, hogy nincs sógora, és ezért bárkivel házasodhat a világon. Játszaszom le, ha viszont az anyós úgy ment el a férjével, hogy már terhes volt, ha is esesz, akkor kell tartani attól, hogy született gyereke, és kell tartani attól, hogy az a gyerek az egy fiú gyerek volt, tehát most már a nőnek van sógora, és így amikor meghalt a férje, akkor nem szabadult föl a sógorházasság obligója alól, hiszen időközben született egy sógor. Nem is jó, mert én ha is esesz, nem is jó, szerint viszont ebben az esetben sem kell ettől tartania, mert feltételezzük, hogy ha szült is a nő, akkor sem biztos, hogy fiút szült. Oké. Okay. Eddig tartott a misna. Most a Talmud elkezdi értelmezni a misnák az első esetét. Ugye, mi volt a misna első esete? Ugye egy nő, akinek a férje távoli országba ment, együtt a feleségtársával, hogyha jönnek a tanúk és azt mondják, hogy a férj meghalt, akkor egészen addig ne házasodjon újra, amíg ki nem derül, hogy a feleségtárs időközben szült egy gyermeket, vagy sem. Máj hítszer az a... Aki más van a le, hátszere hudakai sinan, ával, de czarák riszilejkai sinan. Miért hangsúlyozza a misna, hogy győződjön meg arról a feleség, hogy az a feleségtárs nem szült egy gyereket időközben, akivel a férj elhagyta a szinteret? Mert azt akarja a misna hangsúlyozni, hogy ezt a feleségtársat, vagy ennek a feleségtársnak a státuszáról meg kell bizonyosodni, de más feleségtárs státuszával kapcsolatban nincs mitől tartani. Tehát mivel ezzel a feleségtársal hagyta el a férj a szinteret, attól kell tartanunk, hogy ez a feleségtárs esetleg időközben terbe esett. De más feleségtárs, aki nem volt együtt a férjel, annak az esetében nem kell ettől tartanunk. Löjti nasze, löjti sziabem. Mit mondom is, hogy ebben az esetben, ha nem tudja biztosan, hogy mi lett ennek a feleségtársnak, lett-e gyermeke időközben, vagy nem lett gyermeke időközben,
akkor a feleség most egyelőre sem a sógorral nem házasodhat, sem pedig ki nem házasodhat, mert nem tudjuk, hogy mi a státusz. Mi is lém a jobbümölői, de dílmami ábra, vek a pagabe és a szágda a rájsza. Nézzük meg mind a két oldalt. Ugye az, hogy a sógorral nem házasodhat, amíg nem tudja, hogy valóban gyermektelenül halt-e meg a férj, azt értjük, mert ugye a jibum az egy különleges engedmény, hogy az ember összeházasodhat, sőt, össze kell házasodni a sógorával, de ez csak akkor él, hogyha valóban gyermektelenül halt meg a férj. Ha viszont nem gyermektelenül halt meg a férj, akkor ez egy szigorú tilalom, hogy egy nő a sógorával házasodjon. Egy olyan tilalom, ami egy tórai tilalom, és ezért értjük, hogy ezt a tilalmat nem lenne helyes még csak egy bizonytalanság esetén sem megszegni. Elati nasze, löjti nasze, a máj, viszont az nem teljesen világos, hogy miért ne házasodhatna ki a nő egy idegen férfivel. Hálach áhá röjvön nasim, röjv nésim isz ábrösz fiöldösz, hiszen feltételezhetjük azért tulajdonképpen, hogy a feleségtárs teherbe esett és szült, ugyanis abból indulunk ki, hogy mindig a többséget kell követnünk, és a nők többsége az a férjétől teherbe szokott esni, és szülni szokott, akkor itt is kellene feltételeznünk, hogy a feleségtárs azért időközben csak teherbe esett és szült, és hogyha ez így van, akkor nyugodtan kiházasodhat a nő, feloldódik az obligója, ami a sógorhoz köti. Azt mondja, Talmud, Léma, Rebbi, Meiri, de haj és lömi uta. Azt mondja, Talmud, nos, hát azért feltehetően, azért nem házasodhat ki, mert Rabbi Meir véleményét követjük, és Rabbi Meir azon az állásponton van, hogy haj is lömi uta, hogy tartanunk kell a kisebb valószínűségű dologtól is. Ugye, ha kisebb is a valószínűsége, hogy nem esett teherbe a feleségtárs, mint hogy teherbe esett, de mi miért általában azon a véleményem van, hogy sinalömi uta, hogy a kisebb valószínűség dologtól is tartanunk kell, és itt is akkor tartanunk kell attól, hogy a nő nem esett teherbe, és hogyha nem esett teherbe, akkor bizony nem házasodhat ki a nő, hanem csak is a sógorával házasodhat. Ugye általánosan azt kell tudni, hogy van egy vita a bölcsek és Rabbi Meir között, hogy ha is sinenem jutta, vagy halach achele rojv, hogy tartanunk kell-e egy szafek esetén, amikor nem tudjuk pontosan, hogy valami A vagy B variáció szerint történt, akkor is tartanunk, Rabbi Meir szerint tartanunk kell a kisebb valószínűségű dologtól is, az is egy teljesen érvényes szafek. A bölcsek pedig azt mondják, hogy halach achele rojv, hogy a többség elvét kell követni, és azt a nagyobb valószínűségű dolog szerint kell eljárni. Akkor a mi esetünkben feltehetően a mi misnánkra, hogy miért véleményét követi, hiszen se ide, se oda nem léphet a nő, sem a kisebb, sem a nagyobb valószínűségű dolog irányába, hát akkor feltehetően ez Rabbi Meir véleménye. Rabbi Meir véleménye szerint ti a misna. Azt mondja a Talmud, a filu teima, rabbanon, ki az rabbanon, baszar ruba, ruba, de iszélek a man, ki gönyte is a hanújaisz. Ve Sanhedri, ába ruba, de lészek a man, loj az rabbanon, baszar ruba. Azt mondja a Talmud, várjunk csak. Lehet, hogy a mi misnánk az nem csak Rabbi Meir szerint lenne koherens, hanem a rabbik szerint is, vagy a bölcsek szerint is. Mert ugyan a bölcsek általában azt mondták, hogy a többség elvét kell követni, de mikor mondták ezt? Akkor, amikor a többség és a kisebbség előttünk áll, előttünk van. Tehát van egy
mondjuk a híres esetünk, hogy van 10 húsbolt a városban, és abból 9 az kóser húst árul, 1 az nem kóser húst árul, mind a 10 eset itt van előttünk, és a szafek az a kétel, ami előttünk felmerül, hogy ez a hús most melyik boltból származik, az egy úgynevezett előttünk lévő szafek. Tehát ott a 9 és a 9 az egyik oldalon, és a 10. a második oldalon állnak egymással szemben, akkor itt azt mondják a rabbik, hogy hogy a többség elvét, a többséget kell követni. Vagy ugyanígy, hogyha van egy kérdés, amiben vitatkoznak a rabbik, akkor amit a többség mond, azt kell követnünk, előttünk vannak mind a hányan, és akkor ezt kell követni. De egy olyan esetben, amikor nincs előttünk az ügy, például, mint amikor itt vagyunk, tehát amikor arról van szó, hogy a nők többsége szül, termesik és szül, akkor azért feltételezzük, hogy ez a feleségtárs is termesett és szült. Itt ez már nem állja meg a helyét, mert a nők többsége lehet, hogy szül, termesik és szül, de ennek a nőnek a kapcsán itt ez a nő vagy termesik és szül, vagy meddő. Tehát a többi nőnek a státusza nem befolyásolja az ő státuszát. És ezért lehet, hogy a mi esetünkben a rabbik, vagy a bölcsök is rabbi mér véleményén lesznek, és nem fogják azt mondani, hogy hogy a többség elvét kell követni. Oké, akkor ezek szerint itt azon vagyunk, hogy különbséget teszünk különböző esetek között, amikor a többség elvét követjük, vagy nem követjük a bölcsök szerint, és azt fogjuk mondani, hogy a bölcsök csak akkor mondják, hogy többség elvét követjük, amikor Ruba de Iszalekamon, amikor a többség és a kisebbség, tehát a nagyobb valószínűségű és a kisebb valószínűségű dolog az előttünk van, tehát mind a kettő befolyásolja az ügyünket, de amikor nem, akkor nincs ilyen elv, hogy a többség vagy a nagyobb valószínűségű dolgot követjük. Azt mondja, Talmud, ez nem koherens. Miért? Várékatonuk tána, de rúba, de lésze, lekamon hí, azra bannam bassza rúba. Miért nem? Mert van egy esetünk a kiskorú fiú és a kiskorú lány esetével a jibum kapcsán, ahol a többség, a nagyobb valószínűségi elv nincs előttünk, és mégis a bölcsek azt mondják, hogy a többség elvét, a nagyobb valószínűségű dolgot követjük. Hogy miről van szó? Mindjárt látni fogjuk. De tánja katonuk tánna a lőjhely címlő mi jávén divrebi mér, ambulő rábi mér, jafja mártas én hölcín, és szívő pársomak sinen is a le is, el a mátám én jávmim. Arról van szó, hogyha egy kiskorú lány megözvegyül, és van egy kiskorú sógora, akkor ezek egymással nem csinálnak hibumot. Miért nem csinálnak hibumot? Ezt mondja rábi, miért, hogy nem csinálnak hibumot? Mit mondanak a bölcsek? A bölcsek azt mondják, hogy igenis csinálhatnak hibumot. Miért nem? Ugye rabbi miért a következőt mondja? Azért nem csinálunk hibumot, mert kiderülhet, hogy ezek, amikor felnőnek, nagykorúvá válnak, kiderülhet róluk, hogy tulajdonképpen meddők, és hogy egy meddővel nem lehet, a meddőre nem vonatkozik a jibumnak a micvája, és így, mivel nem vonatkozik a jibum micvája, ezért meg is szegnek egy tilalmat, a sógorral való házasság tilalmát. És ezért a biztonság kedvéért nem házasodhatnak most sem egymással. Mit mondanak erre a bölcsek? Tekintve, hogy a többség elvét, a nagyobb valószínűségű dolog elvét követjük, feltetően nagyobb valószínűséggel ezek nem lesznek meddők, mert az embereknek csak egy kis százaléka az, aki eleve meddőnek születik, és ezért mégis összeházasodhatnak, létezhet hibum. Nézzük akkor azt, hogyan fejtik ki. Amrulaj rabbi meir, azt mondták a bölcsek rabbi meirnek, jófa mártosén hölcén is kszínbe pás, az, hogy nem csinálhatnak halicát, mondja, mit mondott rabbi meir, sem hibumot nem csinálhatnak, sem halicát.
Ugye, miért nem csinálhatnak halicát? Azt értjük, miért. Nem a meddőség kérdése miatt, hanem azért, mert a halica, a halicáról szóló fejezetben a Tóra azt mondja, hogy a nő, amikor beszél a sógorához, aki nem veszi őt el sógorházasság révén, akkor azt mondja, a Tóra azt mondja, ha a férfi nem akarja elvenni a sógornőjét feleségül, férfiről beszél a Tóra, és nem pedig kiskorúról. Tehát egy halicát csak egy felnőtt korú férfi csinálhat, umak sinan isole is, és ha már a férfi felnőtt korú kell, hogy legyen, akkor a nőt is ugyanebben a kategóriába soroljuk, tehát a nő is felnőtt korú kell, hogy legyen. Tehát az, hogy nem csinál halicát, nem csinálhat halicát egy kiskorú fiú és egy kiskorú nő, azt értjük. El a máj támémi abmin, de mi az ok annak, hogy nem csinálnak kibumot sem? Amerla, mert azt mondta nekik, hogy miért katna sem, hogy macer szarisz, tána sem, hogy macer ájlanisz. Azt mondta, hogy miért azért, mert mind a kettőnél attól tartok, hogy mikor felnőnek, ki fog végül derülni, hogy ezek meddőnek születtek, és egy meddőre nem vonatkozik a sógorházasság micvája. Nem vonatkozik a sógorházasság micvája, akkor kifejezetten tilos, hogy egymással házasodnak. Nimco Poigenberg, Vera Bonon, mit mondottak erre a bölcsek, Szavri, Zil baszer rubad ktánim, röv ktánim lászer színinú, zil baszer röv ktánis lavaj lanisninú. A többség elvét kell követnünk, és a többség elve szerint a nagyobb valószínűségi dolog, hogy a legtöbb kiskorú fiú és kiskorú lány nem fog, nem úgy lesz nagykorú, hogy kiderül róla, hogy meddő, és ezért nyugodtan csinálhatnak egymással jibumot, mert nem nagy a valószínűsége annak, hogy ki fog derülni, hogy meddők. Mit látunk? Hogy akkor is a többség elvét követjük, amikor nincs előttünk a szofek. Amikor ugye egy olyan szofekről beszélünk, ahol a többség nem befolyásolja a kisebbséget, vagy a kisebb valószínűség dolgot, hiszen ennél a gyereknél 50-50 százalék, hogy vagy meddő lesz, vagy nem lesz meddő. Ellenmechem vártam, ezt niszerebbi mér, és ezért aztán feltetően a misnánk az mégiscsak Rabbi Meir véleményét követi. Nem igaz az, hogy a bölcsek csak abban az esetben mondják, hogy basza rubáz linan, hogy a többség vagy a nagyobb valószínűségű elvet követjük, vagy amikor ruba de iszele kamon, amikor a nagyobb valószínűségű dolog az előttünk van, hanem minden esetben a nagyobb valószínűségű dolgot követjük. Oké. Okay. Azt mondja, hogy májú kimta kerebi meir. Ezek szerint a misnát kinek a véleménye szerint határoztuk meg, Rabbi Meir véleménye szerint. Éjj ma szeifa, hajszolaj, ha majsz, éjnök is eses. A máj, halakha ha röjv nasim, röjv nasim, mi szávrössz, vagy áldössz? Azt mondja, Talmud, ha tényleg a misna, Rabbi Meir véleményét követi, és a többség elvét kell követni, akkor a misna második paragrafusa miért nem ezt az elvet követi? Hiszen mi a misna második paragrafusa? Hogyha a férj az anyóssal együtt ment el, akkor nem kell tartanunk attól, hogy az anyós időközben szült. Miért ne tartsunk ettől? Hogyha a nők többsége teherbe esik és szül, akkor miért ne tartánk attól, hogy az anyós időközben szült, és ezért a nőnek nem lenne szabad kiházasodnia, mert feltételezzük, hogy esetleg született egy sógora, és akkor most már csak a sógorra házasodhat. Vagy a sógortól kell, hogy kapjon egy halicát. A máj, halakhev, nősimre is, nősimre is, nősimre is, áldejsz, miút, ma pilosz, kol jöldesz, mechcesz harim, mechcene kévesz. Szamuch miúta, de ma pilosz le mechcene kévesz, hámlőt ez harim, miúta velichó is. Ha miért véleményét követjük, akkor ugye nem lehet azt mondani, hogy kövessük a nagyobb valószínűséget, hogy a miért, mert még akkor is, csak ha a kisebb valószínűség, még akkor is, hogyha a nagyobb valószínűségű dolgot követjük, ugye a nők többsége teherbe esik. Kisebbsége a nőknek, a kisebb része elvetél. Ha szül is, akkor is a fele lány szül, a fele fiú szül. Tehát mindenképpen a fiú szülése az a kisebb valószínűség,
velichus, de ugye Rabbi Meir szerint a kisebb valószínűségű dologra is ügyelnünk kellene, és mégis mit mond a Misna, hogy nem kell erre ügyelnünk, és nem kell tartunk attól, hogy szült a nő. Szült az anyós. Tehát akkor itt ugye nem világos, hogy a Misna első esetében, ahol arról volt szó, hogy kell attól, hogy van egy nő, aki elvileg obligóban van a sógorházasságban, hiszen gyermektelenül hagyja el a férje, a feleségtársa együtt, és utaznak külföldre. Akkor ebben az esetben mit mondott Rabbi Meir? Tartanom kell attól, hogy esetleg a nőnek a feleségtársa szült, és ezért nem mehet hozzá a sógorhoz. A második esetben viszont, amikor hozzá kéne menjen a sógorhoz, de az felmentheti a sógorházasság alól, hogy az anyósa szült, akkor nem tartok attól, hogy az anyósa szült. Mi az oka ennek az ellentmondásnak? Dilma kiven de ichzekele súk loj chájes. Azt mondja a Talmud, megmondom neked miért. Lehet, hogy azért, mert a chazaka, a alapállás, a status quo, az az, hogy ő kiházasodhat a férje halála után, ugye, mert nincs sógora. Ugye, tisztázunk egy alapelvet itt a szafek kapcsán. Ugye az alaphelyzet, az alapelv az az, hogy ha van egy szafek, akkor ha van egy kétely, hogy valami így történt, vagy úgy történt, akkor mindig a chazaka, a status quo az erősebb. Ugye a mi esetünkben ez hogy néz ki? Mi a status quo, hogy ez a nő, ez kiházasodhatna, mert ugye mi a status quo az, hogy nincsen sógora, az a tény, hogy esetleg született sógora nem tudja megváltoztatni a status quo-t, mert ez a kételyes szafek nem tudja kiemelni a status quo-ban elnyert státuszától. Azt mondja a Talmud, ha ez így van. Reisha, de ichzekli júlum, tiábem? Akkor ezt az elvet alkalmaznunk kellene a Misna első paragrafusában is. Mert a Misna első paragrafusa miről szól? Arról, hogyha van sógor, és a chazaka az mi? A státuszka az az, hogy nincsen gyerek, akkor az a szafek, hogy esetleg született gyerek a feleségtárs révén, az nem tudná kiemelni abból a státuszkóból, hogy nincs gyerek, és ezért a sógorházasság obligója él, és ezért meg kéne engednünk, hogy hozzámenjen a sógorhoz. Amar Rav Nachman, Reisha de Iszur Karez, Hasasú. Seifa de Iszur Láv, Lai Hasasú. Aztán Rav Nachman, megmondom neked, mi a különbség. Az első esetben, a Misna első paragrafusában, ugye miről van szó? Ha megtartanánk a státuszkót, és abból indulnánk ki, hogy nem született gyerek a feleségtárs révén, akkor a státuszkó alapján hozzá menne a sógorhoz, pedig, hogyha mégis született gyerek, akkor a sógorral való házassággal ő egy iszur karesz, egy halálbüntetéssel járó szigorú tórai tilalmat szeg meg. Ugyanakkor, amikor a fordított esetről beszélünk, a Misna második paragrafusában, amikor az a kérdés, hogy az anyós szülte, és ezzel tiltottá válik az ő kiházasodása, mert az anyós által szült sógor obligójába belép, akkor ott abban az esetben is, ha tényleg szült az anyós, az, hogy ő kiházasodjon, és ne a sógorral házasodjon, az ugyan egy tórai tilalom, de egy iszur láv, egy enyhébb tórai tilalom, csak egy botütés büntetéssel járó tórai tilalom. És ezért ott, ahol a status quo megtartása az egy iszur karesszel járna, egy tórai tilalom megszegésével, ott tartunk ettől.
ott, ahol az egy iszó lábnak, egy enyhébb tulajdonnak a megszegésével járna, ott nem tartunk ettől. Amel Rave Migdi Hadő Rájsz, Vadő Rájsz, Mál Iszor Karusz, Mál Iszor Láb. Azt mondja, Rave, nekem tetszik ez a válasz. Mert hogyha mind a kettő tórai tilalom, mind a sógorral való házasság ott, ahol nincsen sógorházasság micvája, mind a kiházasodás ott, ahol van sógorházasság micvája, mind a kettő tórai tilalom, akkor mit számít az, hogy az egyik az egy szigorú, a másik az egy enyhébb tilalom? Ele Amel Rave. Rave más különbséget tesz. És a következőt mondja. Résa chazakal jébum verrubal suk. Tehát Rave másképp határozza meg ezt a különbséget. Ugye emlékeztetnünk kell magunkat a következőre. Ugye az első esetben, a Misna első paragrafusában, ott ugye az a kérdés, hogy szült-e gyereket a feleségtárs. Ugye bármilyen gyereket szült a feleségtárs, akkor az asszony fel van mentve a sógorházasság alól, hiszen a férjének vannak leszármazottai, vannak gyerekei. A halála pillanatában. Ugye az, hogy a feleségtárs szül, hogy egy nő szül, az rajv, annak nagy a valószínűsége. És kisebb a valószínűsége annak, hogy elvetél. A második esetben viszont, amikor a anyósról van szó, ott ahhoz, hogy az anyós által szült gyerek behozza a sógorházasság obligójába, és tiltottá váljon számára kiházasodni, ahhoz az kell, hogy az anyós az egy fiúgyereket szüljön. Ez viszont már egy miut. Ez viszont már egy kisebb valószínűségű dolog. Ugyan többnyire a nők szülnek, de az, hogy fiúgyereket szüljenek, az kisebb valószínűségű. Miért? Mert megvan az esélye, hogy elvetélnek, és megvan az esélye, hogyha szülnek, akkor is lányt fognak szülni. És ez az alapvető különbség. Akkor nézzük. Ella amel raven, résa chazaka lejibum, veruba lesuk. Ugye, hogy néz ki az első eset? Ugye a chazaka, a status quo az, hogy a nőnek kötelessége lesz a jibum, a sógorházasság, ugyanis a férje úgy ment el, hogy nem volt gyerekük, nem volt gyerek. Ugyanakkor van egy rojv, van egy nagy valószínűsége, hogy a sógornő szült. Igen ám, ha zakalai adiv kiruba, önmagában így a status quo nem erősebb, mint az a nagy valószínűség, hogy szült, viszont Aisim jutodan pilói szmöjhle hazaka. Viszont van egy kis esélye annak, hogy ugyan teherbe esett, de nem szült, hanem elvetélt. Akkor ebben az esetben is ugye akkor ugyanúgy kötelező lenne rá a sógorházasság. Akkor ez a miut, ez a kisebb valószínűségű, de feltételezhető dolog összeadódik a status quo-val, hogy eleve nem volt gyerek. A másik oldalon pedig ott van szmöjhle hazaka, ott van összeadódik a status quo-val. A másik oldalon viszont ott van a nagyobb valószínűségű dolog, hogy a nő, a feleségtárs szül. A kettő akkor kiegyenlíti egymást, havelé pálgó, pálgalöjti, nasszavelöjti, sziábem, és akkor ez a két dolog kiegyenlíti egymást, és ezért mind a kettő tilos. Mind tilos a sógorához hozzámennie, mind tilos kiházasodnia. Szép a ugyanakkor a második esete, a Misna másik paragrafusa, ahol az a kérdés, hogy az anyós szülte fiúgyereket, akkor ott mi a helyzet? Ha zakal, suk, ugye a státuszka az az, hogy a nő feltetően kiházasodhat, mert ugye nincsen sógora, az anyós nem szül gyereket. Ugyanakkor ruba, lesuk. Ugyanakkor annak is a valószínűsége nagyobb, hogy nem fiúgyereket szült, tehát hogyha szült is, akkor az nem fiúgyerek, akkor az a miut, vagy havelész harim miuta de miuta, akkor az a kisebb valószínűségű dolog, hogy fiúgyereket szült, amiatt nem kell aggódnom. Ugye miért? Mert ez esetben mindaz, hogy mi a status quo, ugye az, hogy kiházasodhat, mint pedig a szülés kapcsán a nagyobb valószínűségű dolog, hogy egy lánygyereket szült, vagy mindenképpen nem egy fiúgyerek, életben maradó fiúgyereket szült, ez a kettő összeadódik, és ez van szemben azzal,
hogy esetleg egy kis esélye van annak, hogy fiúgyereket szült, és akkor nyilván van az gyengébb, mint az a másik kettő együtt, és ezért kiházasodhat a nő, és nem kell tartom attól, hogy az anyós szült. Mármint, hogy az anyós egy fiúgyereket szült. Oké, ezzel gyönyörűen elmagyarázta Rave ezt a kérdést, és most akkor nézzük meg ugye azt az esetet, ami az első eset volt, hogy nem tudjuk, hogy a feleségtársa szülte gyereket, és ezért pálga, félig itt vagyunk, félig ott vagyunk, ne házasodjon se a sógorral, sem pedig ne házasodjon ki. Kérdése az, uleailom, soha? Miért ne tudna adni neki a sógor egy halicát, és akkor ki van pipálva minden? Ha kellett adni, ha van jibum obligó, akkor ezzel a halicával azt feloldottuk, ha nincsen, akkor meg sem ártani, nem árt egy ilyen halica. Amezé írni le átszmas, le is a hadosim le, ha bárt a tisa. Vihogy lehetsz ezt mert a napság? Az írja erre azt mondta, igen, ha az a kérdés, hogy ő maga ez a nő teherbe esette, akkor a férje halála után még várnia kell 3 hónapot, és ha nem esett teherbe, akkor viszlát. Hogyha a feleségtársáról van szó, akkor várnia kell 9 hónapot. Hát, hogyha a feleségtárs teherbe esett, és akkor szült. De ezek után mindenképpen ad halicát a sógornak, és így fel van mentve a dolog alól, mert még abban az esetben is, hogyha nem szült, abban az esetben is a halicával fölmenti magát a sógorházasság alól. Rav Chanina amár látszmas leisa lehevert a lajla. Rav Chanina ezzel nem ért egyet, és azt mondja, hogy ha ő magáról van szó, akkor elég, hogyha 3 hónapot vár, és hogyha kiderül, hogy nem szül gyereket, akkor ugye ott van a jibum obligója, de hogyha a feleségtársáról van szó, akkor soha nem tudhatjuk meg igazán, hogy született a gyerek, és még csak halicát sem kaphat a biztonság kedvéért, hanem örökre ebben a se itt, se ott állapotban marad. Táchlejc mi manapsöh? Miért ne kaphatna halicát? Ha így, ha úgy, a halicával felmenteni magát. Mert ha született gyerek a feleség társében, akkor még csak halicára sincs szükség. Ha nem született gyerek, akkor a halicával felmentjük. A bája ber ávin, rábi Chanina ber ávin amritra vájú, a bája és Rav Chanina, a két testvér azt mondták, zére sem a jev lát benkajoma, nimca átom a cricha kröiz le kohuna. Szóval megmondom neked, mi a probléma. Ha adnánk neki egy lesét, hogy halicával mentse fel magát, de közben mégiscsak született egy gyerek a feleségtársa révén, akkor a halicára nem volt szükség. Ha a halicára nem volt szükség, akkor ez a nő özvegy, és nem pedig egy elvált nő státuszában lévő halicát kapott nő. Egy özvegy pedig hozzámehet egy kohénhez, nem úgy pedig egy halicát kapott nő, aki olyan, mintha elvált nő lenne. És akkor ebben az esetben ő ugye kapott halicát, de szükséges lenne, hogy kihirdessük, hogy egy kohanitához is hozzá mehet, nem amiatt, mert halicát kapott, mert az önmagában tiltottá tenni a kohannál való házasságra, hanem amiatt, hogy közben a feleség társa szült egy gyereket. Azt mondja, Talmud, mi a gondol, Itzrichi? Hirdessük ki, mi ez a probléma? Azt mondja, Talmud, Dilma, Ikad, Ahavib, Halicev, Lehavib, Ahraza, Amri, Kasru, Halucev, Lekoyen. Azt mondja, Talmud, ezzel az a gond, hogy lehet, hogy lesz valaki, aki ott volt, amikor a halicát kapta, de nem volt ott, amikor kiderül, hogy született gyerek a feleségtársnak, és ezt kihirdették, és azt fogják mondani, hogy nézd csak meg, egy halicát kapott nő hozzá mehet egy kohénhez. Tnán, nitán, azt mondja, Talmud, de ez nem stimmel, ez nem lehetséges, hogy emiatt megtiltsuk neki a halicát. De tnán, mert ugye tanultuk a előző lapon, a következő variációk ugye föl voltak sorolva, hogy egy nő elment, visszajött, és azt mondta, hogy a férjem meghalt, előtte szültem, a gyerekem is meghalt, kihalt meg előbb, és így tovább. Akkor ott van egy olyan eset, hogy nitán li bentbe, mint idesze jan, amra mézbe nívá hárk mézbájli, nem menesz, hogy a nő elment úgy, hogy nem volt gyereke. És amikor visszajött, akkor azt mondta, hogy ott külföldön született egy gyerekem, de a gyerekem előbb halt meg, mint a férjem, akkor ezt elhisszük neki. Viszont, hogyha azt mondja, bni, mész bájli, vagy hárkak bni, én a nem menesz, viszont azt mondja, hogy született a gyerekem,
de előbb halt meg a férjem, és utána a gyerekem, és így föl vagyok mentve a jibum a sógorházasság kötelessége alól, akkor ezt nem hisszük el neki, de azért mégis egy kicsit tartunk attól, hogy hát, ha igazat mond, és ezért, ha licát kap, de jibumot nem csinálhat. Ugye, ha licát kap, mert hogy lehet, hogy ha igaza volt, akkor mégse csináljon jibumot, mert a jibum kötelessége akkor nincsen, és sőt, akkor kifejezetten tilos a sógárhoz hozzámenni. Léhus dilma asszó, így dilma amrik, de amra. Nim száta machzik a krőzlek a huna. Szóval igaz lenne az, hogy amit mondott az előbb, Abbaye Barabin és Hanina Barabin, akkor itt is meg kéne tiltani, hogy halicát kapjon, és egy ilyen felemás állapotban, köztes állapotban kéne, hogy maradjon a nő. Miért? Mert ha halicát kap, és utána kiderül, hogy jönnek tanúk, és azt mondják, hogy igaza volt, és született valóban egy gyereke, és a férje előbb halt meg, mint a gyereke, és ez alapján hozzámenne egy kohénhez, akkor elképzelhető, hogy valaki látta azt, hogy kapott halicát, de nem hallotta azt a kihirdetést, hirdetményt, hogy valóban született gyereke, és ez alapján hozzámenne egy kohénhez, és azt a téves következtetést vonnák le, hogy egy halica alapján után is lehet kohénhez hozzámenni. Amer Rav Papa begrusa. Erre azt mondta Rav Papa, de el tudja magyarázni a Bája és és Rav Hanina is ezt a misnát úgy, hogy koherens legyen azzal, amit mondtak. Hogyan? Úgy, hogy ez a misna egy olyan nőről beszél, aki eleve egy elvált nő volt. Tehát volt egy elvált nő, aki hozzáment egy férfihez. A férfivel elmentek külföldre, majd amikor visszajött a nő, akkor azt mondta, hogy ott külföldön született egy gyerekem, és előbb meghalt a férjem, és utána a gyerekem, és ez esetben nem probléma, hogy adjunk egy halicát a biztonság kedvéért, mert ha kiderül is, hogy igazat mondod, akkor sem mehet hozzá egy kohénhez, mert ugye a korábbi válása, az első férjétől válása való miatt. Hiab rédre funa amár, be amra a níve húnek beinu be ma arra, egy másik lehetséges válasz, hogy a nő, amikor ezt mondja, akkor azt mondja, tehát amikor azt meséli, hogy született ott egy gyerekem, és a férjem és én, és a férjem és a gyerekem is meghaltak, de előbb halt meg a férjem, és utána a gyerekem, akkor azért engedjük meg, hogy adjon halicát, mert nem tartunk attól, hogy később kiderül tanúk révén, hogy igazat mondott, és ezáltal fölmentsük, és megengedjük, hogy kohénhez is hozzámenjen, és valaki lássa, hogy hozzáment egy kohénhez úgy, hogy nem hallotta, hogy született egy nem hallotta, hogy tanúk igazolják, hogy valóban született egy gyereke abban a távoli országban, és azért azt hinné, hogy egy halica után is hozzá lehet menni egy kohénhez. Miért nincs ennek meg az esélye? Azért, mert a nő úgy mesél ezt a történetet, hogy kizár dolog, hogy jöjjenek tanúk később, és igazolják, hogy igazat mondod, mert azt meséli, hogy mindez úgy történt, hogy egyedül voltunk, mert elrejtőztünk egy barlangban, és ott volt, hogy szültem egy gyereket a férjemnek, és utána halt meg a férjem, és utána a gyerekem. Tehát nincs esély, hogy bárki látta volna azt, hogy valóban szült a nő, és aztán meghalt a gyerek. A Talmud korábban szólt arról, hogy van öt olyan ellenérdekeltségben lévő, valamilyen általában rokonságban lévő asszony, akinek a tanúvallomását egymásra nézve nem tudjuk elfogadni, mert tartanunk kell attól, hogy egymás iránti gyűlöletből hazudnak a másik nő férjének a haláláról. Ugyanebből az okból kifolyólag egy nő, aki ezek közé az öt ellenérdekelt asszonyok közé tartozik, nem tanúskodhat az ellenérdekelt félnek, nem csak a feleségének, a férjének a haláláról, hanem a sógorának a haláláról. Ugye, mert hogyha a sógorházasság oblikójába kerülne az asszony, és csak azért nem, és azért házasodik ki, és nem tartja magát a sógorházassághoz, mert ez a másik nő tanúvallomást tett a sógor haláláról, akkor lehet, hogy igazából a sógor nem is halt meg,
hanem csak ártani akart az egyik nő a másiknak, és ezért tanúskodott, amit tanúskodott. És ezt ezért nem hisszük el, és nem fogadjuk el nekik. Most a Misna arról fog beszélni, mi van akkor, hogyha két sógornő tesz tanúvallomást, mindegyik a saját maga férjéről, akkor egyrészt a saját magukra nézve ezt elviekben el kéne fogadnunk, ugyanakkor tekintve, hogy mind a kettőnek a saját vallomása az befolyásolja a sógornő státuszát is, hiszen hogyha a férj meghalt, akkor a sógornő nem köteles a sógorházasságra. Ezért ugyan saját magunkra nézve elfogadjuk a férj haláláról szóló tanúvallomást, de egymásra nézve viszont nem. Hát a Misna a következőt mondja. Stéje van, hogy zöj mereszmész bájla, vagy zöj mereszmész bájli. Ha van két sógornő, és az egyik azt mondja, meghalt a férjem, és a másik is azt mondja, hogy meghalt a férjem. Zöj a szóra, mint nél bájla, zöj a szóra, mint nél bájla, akkor itt az jön ki, hogy mind a ketten tilosak kiházasodni. Ugyanis tartunk tőle, hogy valójában nem halt meg a férfi, és bár ugyan elfogadjuk a tanúvallomásokat saját magunkra nézve, de egymásra nézve nem, és ezért attól kell tartanunk, hogy mind a kettőnek még él a sógora, ha viszont él a sógora, akkor addig, amíg nem rendezi így megözvegyülve a sógorával való viszonyt, vagy sógorházassága, vagy halicával, addig nem házasodhat ki. Mi van akkor, hogyha mind a kettőjüknek vannak tanúk, akik megerősítik a saját tanúvallomásukat, tehát van a külső tanú, zu-ei-dim, hogyha mind a kettőnek vannak tanúja, akkor ez természetesen fölmenti mind a kettőjüket, de mi van akkor, hogyha az egyiknek vannak tanúja, és a másiknak nincsenek tanúi? Tehát mind a két nő azt állítja, hogy meghalt a férje, az egyiknek a tanúvallomását alátámasztják tanú, a másiknak a tanúvallomását nem. Akkor esélyes leidim, a szura, esélyen leidim, muteresz. Akkor érdekes módon az, akinek vannak tanúi, azok, az nem házasodhat ki, mert ugye a saját férjének a halálát bizonyítják a tanúk, de a sógorának a halálánál ott csak a sógornőjének a tanúvallomására hagyatkozhat, aki viszont könnyen lehet, hogy ellenérdekelt fél. Ugyanakkor viszont az a nő, akinek a tanúvallomását nem támasztják alá tanúk, az kiházasodhat, mert ugye a saját férjére nézve elhisszük a tanúvallomását, a sógorra nézve pedig nem csak a sógornőre kell hagyatkoznunk, hanem hagyatkozhatunk, vagy hagyatkozunk a két külsős tanúra. Lezú banim, ulezú én banim, esés le banim, muteresz, vesz se én le banim, aszura. Hasonló a helyzet, hogyha az egyik nőnek vannak gyerekei, a másiknak nincsenek, akkor annak a nőnek, akinek vannak gyerekei, az kiházasodhat, hiszen ránézve nem kötelező a sógorházasság obligója. Arra a nőre nézve viszont, akinek nincsen gyerekei, ránézve kötelező a sógorházasság obligója, és mivel ő csak a sógornő tanúvallomására hagyatkozhat, abban a tekintetben, hogy föl legyen mentve a sógorházasság obligója alól, ezért ő nem házasodhat. Nisziábmu umméiszuhájé vamim a szurrész lehin nasze. Mi történik akkor, hogyha egy ilyen helyzetben volt mind a kettőnek további sógora, és ennek alapján sógorházasságot is kötöttek, tehát volt két sógornő, aki ugye két fiú testvérnek volt a felesége. Mind a ketten tanúskodtak, hogy a férjük meghalt. Elhisszük nekik, hogy a férjük meghalt, de egymás sógorainak a halálával tekintetében ezt nem hisszük el. Ugyanakkor, hogyha volt egy-egy testvér,
akkor mind a ketten csinálhattak ivumot. Ha viszont ezek után ezek a testvérek is meghaltak, akkor visszatérünk az alapállapothoz. Ebben a helyzetben a Misna első véleménye azt mondja, hogy ugyanott vagyunk, ahol voltunk, tehát nem házasodhatnak ki, mert abban a tekintetben, hogy esetleg még él a sógor, nem hisszük el az alaptanúvallomást, ami szerint meghalt a férj. Ami Lazar, mert hajló hutra lé a bamin hutra lé hal adam, ami Lazar szerint viszont onnantól fogva, hogy a sógorokhoz hozzámentek, és azok a sógorok meghaltak, onnantól fogva felmentést kapnak, és bárkivel házasodhatnak, tehát nem térünk vissza az alapállapothoz. Tanem, egy brájtában azt tanultuk, zu eidim ubanim, zu loib eidim loibanim, stejem mutarsz. Mi van akkor, hogyha a helyzet az, hogy mind a ketten azt mondják, hogy meghalt a férjük, és az egyiknek vannak gyerekei is, és vannak tanúk is, akik alátámasztják a férje halálát. Akkor ebben az esetben mind a ketten házasodhatnak. Miért? Mert ő ugye házasodhat azért, mert vannak fiai, és azért az eleve a sógorházasság obligatórium nem vonatkozik rá. A másik nő házasodhat, mert tanúk támasztják alá, hogy a sógora meghalt, és nem csak a sógornő tanúvallomására kell hagyatkoznia.